Most te köszönj be, a te hangod mélyebb. Hello! Hogy csináltam? Több visszaveg. What? Hát, hogy ez itt a heti vlog. Ez az ő heti vlogja. És én köszönök be. Ez most úgy hangzott, mint egy lecsepés. Hát nem. De. Szóval, megint vásárolni megyünk. De nem igaz, most enni is. Enni is megyünk, de mutasd meg a kis égőmet. Szóval kiégett a varrógépemnek az égője, és azt is ki kell cserélnünk, úgyhogy megyünk először, nem először, de megyünk a Media Mart-ba is, és akik be is, mert állítólag megérkezett a Halloween-i minden. Azon gondolkodtam, hogy milyen lett volna, hogyha most lenne a március 15-e Petőfiékkel, és ott tücsörögne a MacBook Pro-jával, irogatná össze a pontokat a vastag, keretes hipster szemüvegébe. Photoshop egy pumpkin spice latte mellett, és Pillbox helyett Starbucks. Oh. Túl sok hülyeségen gondolkodok? Túl sok hülyeségen gondolkozz egy töltvény számára. Milyen béna rajta koponya a fogány? Túl sok a hajam. Na milyen? Tök jó. Próbáljuk egy pirosat, mert ez a piros nem tetszik, de nem baj. Ilyen vöröses kéne, ami a sötét bordó. Figyelj, kis nem elég kielégítő eset. Nem vagyok lenyűgözve a választéktól. Szóval a múltkori banános csirke után igazán megkívántam az almás húst. Úgyhogy most azt fogok csinálni, ami egy tök egyszerű fogás, csak alma, vaj és csirke kell hozzá, körülbelül, ez az alapja, de persze kell hozzá valami köret is, ami szintén tök egyszerű, úgyhogy neki is látok gyorsan. Az alma héját pedig a degu keszik meg. Elhagytad nagyjából az egészet. Egy falaton kívül. Tessék itt egy másik. Te meg elviszed azt, amit ő elhagyott. Egyenek meg beleakadt a fába. Jaj. Most ezzel mit kezdjek? Hát jó, majd itt megtaláljátok, és légy szíves, ne vesszetek össze rajta. Rétegezni az almás húst. Tettem már egy réteg almát, egy réteg húst, és most még egy réteg almát tettem rá, és teszek rá egy kis vajat is, illetve margarin. A húst egyébként megsóztam, és máshogy nem fűszerezem, csak egy kis sóval, és kb. Ennyi. Mikor lett a heti vlogból főzős vlog? Nem is szeretek főzni. Mondjuk éppen sütök, de lényegtelen. Azt se szeretem. És kész. Nos, hát ez a hét sem alakult túl jól eddig vlog szempontjából, mert hétfőn kívül nem is igazán vlogoltam szerintem. Ja, nem. És most jutott eszembe, illetve hát nem most jutott eszembe, csak most realizálódott bennem, hogy ezen a hétvégén fog anyám jönni megint hozzánk. Nem tudom, hogy tudok-e majd blogolni, ha itt lesz, vagy tudok-e bármit felvenni abból, amit csinálni fogunk. Eddig úgy néz ki, hogy el fogunk menni az állatkertbe. Mondjuk nem szeretem annyira, hogy be vannak zárva az állatok, de hát még mindig jobb, mint hogyha megennék őket a ragadozók, vagy éppen kihalnának a természetes élőhelyükön, és ennyi tervet tudok eddig. A másik, amiről beszélni akartam, hogy képzeljétek el, hogy Facebookra nem tudok most belépni egyáltalán, mert rájött a Facebook, a kis okos, hogy kamu néven vagyok fent. Vagy valaki bejelentette rossz akarók közül, vagy csak simán egy ilyen ellenőrzés volt, és azon így fennakadtam.
nem tudom. A lényeg az, hogy most bizonyítanom kell, hogy az a kamu név, amit megadtam Facebookon, az tényleg az én nevem, úgyhogy most trükközök. Nem tudom, hogy mi lesz, mert nem kaptam még e-mailt, hogy folyamatban van-e az ügy, vagy lesz-e valami. Ha megpróbálok belépni, akkor is csak azt írja ki, hogy változtassam meg a nevemet, és újra be tudom küldeni a képet, ha akarom. Na de mindegy, hogyha ez nem válik be, hát akkor ki kell találnom egy másik kamunevet, ami olyan átlagosabb, mert a saját nevemet nem akarok fenntenni. Nem azért, mert hogy úristen, most én ilyen sztár vagyok, és akkor nem szabad, hogy megtudják az igazi nevemet, mert hát tudjátok, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy utálom a saját nevemet, és nagyon sokat bántottak miatta a múltban, és ha tehetem, akkor kerülöm a használatát. Legalább Facebookon, ahol naponta több órát is eltöltök, legalább ott ne azt kelljen nézegetnem. Szóval igen, így erről ennyit. Most újra takarítanom kell majd, de nem tudom, hogy hogy fogom megoldani, mert szeretném a hajamat is visszafonni, amint láthatjátok, megint paróka van rajtam, mert nincsen befonva a rasztám, és nem is érzem magam ott túl jól nélküle. Úgyhogy mindenképpen be kell fonnom, mire anyám jön. De azt tudom, hogy mikor jön, mert szinte mindenkivel Facebookon szoktam beszélgetni. De most, hogy nem férek hozzá a fiókomhoz, vele se tudok beszélgetni. Még kivel se tudok napközben így üzengetni, hogy esetleg ha megy boltba, akkor mit vegyen. Szóval eléggé rossz ez most így. Meg az is rossz, hogy szoktam beszélgetni emberekkel, de én nem az a típus vagyok, aki leírja valakinek minden nap, hogy szia Mizu, és akkor így két mondatban beszélgetünk, hanem ilyen baromi hosszú leveleket szoktunk írni egymásnak, és most két embernek a levelét nem is tudtam elolvasni, még így a kitiltás előtt. Úgyhogy remélem, hogy ha visszaengednek Facebookra, akkor ezek az üzenetek nem fognak eltűnni, mert rosszul érezném magam. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de egyébként én nem értek egyet azzal, hogy Facebookon mindenkinek a saját nevével kell fent lennie. Szerintem simán meg lehetne ezt úgy is csinálni, hogy megadod az igazi nevedet, és hozzá a személyit, és akkor azt el tudod rejteni, de mellette fent lehetsz valami kamu néven. Tehát a Facebook oldaláról te egy hiteles felhasználó lennél, a többieknek meg nem kellene tudnia az igazi nevedet, de hát nem tudok ezzel most túl sok mindent kezdeni. És egy újabb alkalom, amikor késésben vagyok, úgyhogy most ilyen félig sminkelés közben láthattok, vagyis hát teljesen sminkelés közben, nem tudom miért mondtam azt, hogy félig. Az a lényeg, hogy most egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors sminket szeretnék föltenni, mert már el kellett volna indulnom anyám elé a buszmegállóba. De igazából nagyon utálok ennyire sietni a sminkemmel, mert sosem lesz ilyenkor jó, meg hát nem az én stílusom a sietség. Viszont azt terveztem mára, hogy egész délután sütegetni fogok, és muffinnal várom anyámat. Csak hát ez a számításom nem igazán jött be, mert Mikinek nem volt ideje a boltba menni, mert hosszú volt a sor a postán. Úgyhogy nincsen semmi hozzávaló, szóval most szerintem az lesz, hogy anyám megérkezik, mi pedig elmegyünk vásárolni, és elrontottam a szemöldökömet, de mindegy, szóval elmegyünk vásárolni, és akkor utána szerintem együtt fogunk sütni. Pedig olyan jó lett volna levideózni a sütést, meg minden, csak hát nem tudom, hogy ha anyám itt lesz, akkor nem biztos, hogy menni fog, de majd meglátjuk. Ja, meg hogyha most megint sütni fogok egy videóba, akkor már megint ilyen sütős vlog lesz, vagy nem tudom, ami egy kicsikét furcsa. Még szerettem volna több jó sminket csinálni, amiről utána tudok képet feltenni Instagramra, de hát most nincs rá időm. Szeretném majd, lehet, hogy még ma előkotorni a halloweeni díszleteket, és kipakolni a lakás minden pontjára, illetve a bejárati ajtónkra is. Az a legfontosabb. Sosem voltam a narancssárga szín nagy kedvelője valahogy, aztán most meg eléggé ráfogtam. Még fel is kell öltözni. És a retardált gyerekek már megint az ablakom alatt kiabálnak. Imádom őket se. Ennek csodás csok illata van. Nagyon sem cipő, harisnya fordítva, és rohanás.
milyen cuki fejed van! Ez a kis cuki fülecske. És megérkeztünk az állatkertbe. Pont láttuk a vízilovakat. Nagyon cukik! Az milyen magas? Hát szerintem van olyan magas, mint én. Gyere már, de mérjük már össze magunkat, hogy mekkorák vagyunk. Gombat. Ez egy ilyen... Jó, nem értettem. Aki kocka formájút kakil. Ez a legfontosabb információ róla. Laura szereti a kígyókat. Sőt, az négy darab kígyó, hogy össze volt bogozódva. Miért? Te látod a fejüket? Én nem. Nézd, ott egy kis gombszemeket keresed. Hello! Yeah. Hello! Úgy nézd, hogy elmondod a teóról. Ezek szumósat játszanak, azok meg jönnek csúcssebességgel. Cső! És most értem haza, kikísértem anyámat a busz végállomásra, és ő ment is haza Győrbe. Hát eléggé el vagyok fáradva, úgyhogy szerintem a mai programomban pihenés lesz, lehet, le is fekszek aludni, mert hú, hát nem aludtam túl jól, nem is aludtam eleget, és anyám fel is keltett viszonylag korán, hogy na, akkor menjünk az Ázsia Centerbe vásárolni,
És hát eléggé fárasztó volt így együtt ez a három nap, mert ugye már pénteken se aludtam túl sokat, aztán tegnap meg ugye mentünk az állatkertbe, akkor is eléggé le lettem fárasztva, meg akkor se aludtam túl jól, hát a mai meg az eléggé kevés volt. Az állatkertezés nagyon tetszett, tök jó volt, sajnos kevés időnk volt, úgyhogy nem tudtunk mindent megnézni, de szerintem lesz egy csomó videó bevágva a heti vlogba az állatkertből, mert tényleg rengeteg cuki állatot láttunk. Azok közül, amiket láttunk, a kedvencem talán az a picike mosásban összement szarvas volt, nagyon aranyos volt, olyan kis picikék voltak, mint egy kutya, és még hagyta is magát simogatni, úgyhogy az nálam nagyon nyerő volt. Sajnálom, hogy a Wombatot nem tudtuk megnézni, nem találtuk meg, meg nem volt rá már elég időnk, mert nagyon jók voltak a gyűrűs farkú makik is, sok-sok Julian királyot rohangászott fel alá, szabadon, tehát egy ilyen zárt területen, elég nagy területen, ott szabadon tudtak ugrabugrálni az emberek feje fölött, nagyon jók voltak. Sajnos a sütésből nem igazán volt felvétel, pedig tök jó sütéket csináltunk. Az egyik az Bounty-s muffin, a másik pedig sütőtökös muffin. Igazából hasonló lehet, mint a sütőtökpitének az alapja. Ilyen mézes kalács fűszer jellegű fűszerekkel van ízesítve. Eléggé kellemes íze van. Nekem annyira nem jött be. Szerintem finomabb lett a Bounty, de hát annak a krémje is önmagában is isteni volt. Nem lehetett igazából azt elrontani. Hogyha érdekel a receptje, akkor írjátok meg kommentben, és akkor belinkelem. A videót nem tudom, hogy fogom megosztani, ugyanis mert mindig nem kaptam vissza a Facebookomat. Általában hétfőn szoktam megosztani a heti vlogokat, és hát remélem, hogy holnap már visszakapom ezt a akkuntot, mert addig nem igazán tudok a saját Facebookomhoz hozzáférni. A Lézi a világa Facebook oldalhoz még Miki gépén, Miki akkuntjával hozzá tudok férni, de hát az nem annyira kényelmes. Viszont én már búcsúzok, és akkor jövő héten találkozunk. Már nagyon szeretnék belekezdeni mindenféle halloweeni dekorálásba, úgyhogy szerintem azzal fogom kezdeni a hetet. Bár ma akartam, sőt igazából már pénteken akartam, de mindegy. És majd azt is megmutatom, hogy pénteken mit vettünk a Kikbe, mert még több halloweeni cucc érkezett, úgyhogy most már érdemes elmenni és lecsekkolni. Egyébként lehet most kapni ilyen koponya formájú üvegpoharat, amilyen befőttes üvegre hasonlít, mert olyan teteje van, és már hozzá szívószál is. És nekem is van olyan poharam, úgyhogy érdemes megnézni, 630 vagy 690 forint, szóval nem egy nagy összeg. És valaki írta is, hogy szeretne pont olyan poharat, de én az Ázsia Centerben már nem láttam olyat, szóval most érdemes megvenni a Kikbe. Hogyha más Kikbe nincs, akkor gyertek a pólusos Kikbe, mert itt rengeteg volt, és biztos, hogy nem kapodják el egy-két nap alatt. Na hát, akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!